streetball verseny volt Karcagon, aratás után térségünkben, elismerésben részesült Santa Jánosné, parkokban mérgezik a kutyákat. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 6-án 18 óra 5 perckor. A Kosárligetben rendezték meg a streetball versenyt, amelyről Fodor Csabát, a Karcagi Sportegyesület kosárlabda szakosztályának vezetőjét kérdeztük. A jó idő és a jó hírverés hatására sok látogató, néző is érkezett a csapatok kísérőjeként. Elsősorban nyilván helyi csapatok vannak, de érkeztek Tiszafüredről, Kazincbarcikáról, Kisújszállásról, és nevezők, úgyhogy örömteli. Az elmúlt versenyekhez képest egy kicsit kevesebb a nevezők létszáma, de a program jó, pörgős, úgyhogy minden rendben van. A tavalyi bajnok nincs itt, így nem védi meg a kupát. A nyerésre minden csapatnak egyenlő esélye van. Lehetőség itt van a többi csapatnak. Ugye három kategóriában versenyzünk végül. Ugye van a nyílt kategória, ott a felnőtt csapatok versenyeznek, van egy középső kategória, ahol a középiskolás korosztály, illetve a serdülő csapat idősebb tagjai versenyeznek, és vannak a mini és gyerek kategória, amit összevontunk a kicsik. A streetballban 3-3 elleni küzdelem zajlik a pályán, a fair play szabályai alapján, amelynek részleteiről is szólt a szakember. 3-3 elleni küzdelem zajlik a pályán, a fair play szabályai alapján. Ugye, hogyha hiba van, akkor szól a csapat. Ilyenkor természetesen a másik csapat ...nak is joga van azért felülbírálni, de a fair play szellemében zajlanak a mérkőzések. A három pontos érő dobás az itt csak kettőt ér, ami kettő pontot érne, az csak egyet ér. A büntető dobás az egyet ér, viszont ugyanúgy, mint a rendes játék esetében. 10 percig zajlik egy mérkőzés, vagy 21 nyert pontig. A legfontosabb valóban az, hogy egy pályára játszanak, úgyhogy minden támadásnál ki kell hozni a három pontos vonalon kívül a labdát, és onnan indulhat a támadás, az újabb támadás. Drágul a kenyér, pedig jó a búzatermés. Ennek a témának jártunk utána. Emelkedik a kenyérára, pedig jó a hazai búzatermés. Mi minden lehet ennek az oka, milyen árakra számíthatnak a búzatermelők? Ketté szakadni látszik a sütőipar. A fogyasztók egy jelentős része nem veszi meg a minőségi és magasabb áron elérhető termékeket. Ők a multik olcsó megoldását részesítik előnyben. A pékáru ipar azonban tapasztalja egy erős réteg jelenlétét is, a kézműves prémium termékek iránt érdeklődőket. A közepes méretű sütőipari cégek helyzete viszont egyre nehezebbé kezd válni. A hazai rossz kukoricatermés ellentételezéseként a takarmányosok elkezdtek minőségi búzát vásárolni termékeikhez. Mivel a malomipari árnál magasabb összeget fizetnek érte, kiéleződött az árverseny a két iparág vonatkozásában. A szezon is már magas, 60-62 forintos kilónkénti árral indult, de folyamatában még 10%-kal növekedett. A takarmányárakba beépülő búzárnak pedig egyenes következménye, hogy emelkedik a hús és a tejtermékek ára is. A Karcagváros egészségügyi és szociális szolgálatáért díjat Santa Jánosné vehette át az ünnepi ülésen. Felkérem Santa Jánosnét, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás bölcsöde intézménye kisgyermeknevelőjét, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni polgármester úrtól. Santa Jánosnéval beszélgettünk, aki a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás bölcsöde intézményének a Széchenyi bölcsödéjében van, és egyébként intézményvezető helyettes kisgyermeknevelő. Karcagváros egészségügyi díját kapta meg ön is. Egyéniként, gyermeknevelőként szeretnék ehhez először is gratulálni. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt.
milyen érzések jutottak most eszébe? Hát előtte gondolom azért készült rá, de most, amikor átvette a díjat, mit érzett? Hát most is ugyanúgy, mint mikor a levelet megkaptam, én nagyon meghatódtam, 33 éve dolgozom, és én soha nem éreztem azt, hogy ez egy, tehát hogy kimagaslóan dolgozom, vagy én minden nap ugyanolyan szeretettel, elhivatottsággal mentem dolgozni, és nagyon örültem, mikor megkaptam az értesítést róla, hogy díjat fogok kapni. 33 éve ebben a területen dolgozik, vagy előtte másonnan, és akkor miért választotta ezt hivatásának? Teljesen véletlenül kerültem végül is kisgyermekekhez. Én ugye egészségügyi szakközépiskolát végeztem, és akkor úgy volt, hogy a kórházba fogok menni dolgozni, és az utolsó pillanatban szóltak, hogy mit szólnék hozzá, ha bölcsödében dolgoznék, és akkor kerültem igen ide, a Széchenyi Sugár útra, és 33 éve igen itt dolgozom. Tehát akkor ez az első munkahelye. Akkor ott sok-sok minden történt már az elmúlt 3 évtized alatt, sok kisgyermek kikerült a kezek közül. Milyen érzés az első nap, amikor bekerül a gyerek, és az utolsó, amikor át kell adni az oviba? Az első nap az mindig, tehát az első napok az mindig izgalommal telik, hogy hogyan fogunk tudni összehangolódni. Az elválás pedig mindig nehéz, minden egyes csoportnál, hiszen a szívünk köznőnek nagyon a kicsik. És hát az első lépésektől tényleg az óvodáig elkísérik. Gondolom, hogy azért a család is önmögött áll ehhez, hogy ezt tudja csinálni, hiszen nem 8-tól 4-ig tartanak ezek a munkák. Igen, igen, ez teljes mértékben, tehát egy olyan nyugodt háttér is kell hozzá. Ez így van. Ha akkor ezt a lehetőséget nem ajánlják föl, akkor most valószínűleg ugyanezen a szakmában marad, csak lehet, hogy a kórházban valamelyik osztályon. Igen, ez így van. Tehát biztosan az egészségügyben én nagyon oda szerettem volna, tehát oda készültem, csak akkor nem a kisgyermekek között, de az élet így hozta. Gombos tűvel teletűzdelt kolbászt, virslit és húsdarabokat szórt szét valaki egy parkban Szolnokon, így akarja megölni a kutyákat. Gombos tűvel teletűzdelt kolbászt, virslit és húsdarabokat szórt szét valaki egy parkban Szolnokon, így akarja megölni a kutyákat. Volt olyan hús, amiben mérget is tettek. És volt, itt találtunk, ilyen darabokba is beleszürkálva. Akkor itt, ezen a részen, itt is, ilyen kolbász darab volt, és ilyen szögek voltak benne, és olyan rafinált volt, hogy ide is rakott, gondolom arra gondolva, hogy kankutya esetleg, vagy valami, és az ugye az oszlopokat keresi, de az oszlop tövére is volt rakva ilyen húsdarabok, és beleszúrva a gombos tű. De láttunk már olyat is, hogy ilyen vas reszeléket raktak bele, tehát hogy még véletlenül se tudja a kutya eltéveszteni, hogy na, nem eszi meg. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy mik. És ez a rész, ez a környék egyébként pedig olyan, hogy itt annyiféle állat megfordulhat, és gyerekekről nem beszélve, mivel ugye füves terület, hogy itt nem csak a kutyákat, illetve az állatokat veszélyezteti ezáltal, hanem az embereket is, a gyerekeket is. Erre játszanak a gyerekek például, miért ne láttam volna, és fölveszi, kíváncsi, még ha nem is veszi a szájához, de kezével, ha megfogja, szétszeli, elvágja a kezét, véges, ezek a vasdarabok szök, ez mind fertőzést okoz. Tehát egyszer nem gondolják át az emberek, hogy azzal, hogy most az állatot támadják ezáltal, hogy ugyanúgy az embereket is veszélyeztetik. A környéken élők nagyon fel vannak háborodva. Azt mondják, a parkban akár egy gyerek is ehet az életveszélyes csalikból. Sok esetet bejelentettek már az alapítványunkhoz. Ez a legutóbbi eset például, hogy húsdarabokba gombos tűt helyeztek el, és ezt több helyre letették, hogy véletlen se legyen az, hogy egyetlen egy kutya se találja meg. Tehát az emberi gonoszságnak nincs határa. Ezzel olyan is történt, hogy egy kutya, és föl is vette a kutya, horog volt a kolbász darabba. Tehát egyszerűen ez a fajta állatkínzási kísérlet, mert ugye amíg nem eszi meg a kutya, amíg nem veszi föl, addig nyilván csak kísérlet marad, de amennyiben fölveszi, abban az esetben ugye már állatkínzás. Tehát ilyen szinten, hogy ennyi gonoszság legyen az emberekben, ez hihetetlen. Akkor volt olyan eset, hogy ilyen reszelék, vas reszeléket
raktak bele, ilyen nagyon vékonyra eldarabolva, és az volt kitéve. Nem gondolnak arra, hogy ezt nem csak állatok, kutyák, macskák, stb. Szedhetik össze, hanem ugyanúgy akár egy veréb is például, vagy egy rigó, tehát madarak is, és arról nem beszél, hogy a gyerekek. Ugye itt is például, ugye szabad terület, zöld terület, gyerekek játszanak. Ki vannak téve annak, hogy meglátja, fölveszi, megnézi, hogy mi az, megvágja a kezét véletlenül, vagy megszúrja, kész a fertőzés. Tehát nem gondolkodik, szóval annyira gyűlölködő ez az ember, aki ilyenre képes, hogy vasat, horgot, gombostűt, szöget helyez el ételbe, és azt rakja ki, hogy az állatok megegyék és elpusztuljanak, hogy az szinte elmondhatatlan. Rendkívül felháborító, és sajnos az a hátulütője, hogy ezt csak és kizárólag ugye tetteneréssel lehet csak megfogni. Ez sehogy máshogy. Vagy ha van kamera, ami fölveszi, de még azt is ki tudja takarni, tehát a háttal csinálja, már nem látszik. Tehát megfoghatatlanok ezek az emberek, és ők ezt tudják, és ezért merik ezt megcsinálni. Annyira sűrűn van, hogy hihetetlen. Nap, mint nap. Tehát egy nap, amikor kétszer jelentenek be ilyet. Két helyről. Tehát annyira elszaporodott most, hogy én nem tudom miért. Én megbolondultak az emberek, nem tudom. A városban korábban is történt hasonló. Egy lakótelepen és a Zagyvaparton szórtak szét mérgezett húsdarabokat. Akkor több kutya is elpusztult. Én is hallottam erről, hogy ilyen mérgezett húsokat dobálnak szét, meg gombostűkkel rakják tele a húsokat, vagy ilyen különböző ilyen kis jutalomfalatokat, patkánymérget is tesznek például bele. Hát nagyon szomorú vagyok, hogy ilyeneket megcsinálnak az emberek, hogy erre vetemednek. Úgyhogy ezt felháborítónak tartom. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!